Szép jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Önök a Heti TV-t látják, és a Pirkadat című reggeli politikai magazin műsorunkat. M. Kende Péter vagyok, és már is itt van Gyarmat István nagykövet, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És mielőtt nekifogunk a nagy beszélgetésnek, gyorsan a kötelező gyakorlaton is túlesünk, és kérem szépen, ami azt jelenti, a Luach a zsinaugói naptár szerint 5781-et írunk, és Tammuz havának 6. napja van. Még a Gergely naptár azt mondja, hogy 2021 és június 16-a van, szerdai nap. A Justinok ünneplik a névnapjukat. Ma két eseményt, illetve egy születésnapot és egy eseményt választottam ki. 63 évvel ezelőtt végezték ki Nagy Imrét és Mártír társait. Emlékezzünk rájuk. A mai önkényesen kiválasztott születésnaposom, 113 évvel ezelőtt született Trencsényi Vallapfel Imre, irodalom és vallástörténész. Ami az időjárást illeti, ha kedves nézőink, hát hogyha nem szaladnának ki a világból, de hát én ezért figyelemmel vagyok önökre, énekelnék, hogy milyen jó kis nyári dalocskát. 28 és 32 fok között várható mai hőmérséklet, napos idő lesz végig. Úgyhogy ezt próbáljuk meg kielvezni. És a középárfolyamok. 351.26-on áll az euró, még az angol font 407.93-on a Magyar Nemzeti Bank középárfolyama szerint. És akkor nézzük. Volt NATO csúcs, és lesz hiper-szuper csúcs találkozó, azt hiszem az ma lesz az amerikai és az orosz elnök között. Akkor nézzük, elsőként nézzük, hogy mi is történt ezen a NATO csúcson. Nyilatkozatot fogadtak el Kínával szemben. Ezeknek a nyilatkozatoknak van valami értelme? Ugye, hadd lépjek egy lépést vissza, és elmondjam, hogy ugye megágyazandó a kérdésre adandó válasznak, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes nyilatkozat, egy csomó dolog van benne, ami fontos, és néhány új dolog is van benne, csak úgy van megfogalmazva, hogy ezt hát nagyon sokan nem fogják elolvasni, és nagyon sokan nem is fogják értelmezni, hogy mi van benne. Persze, ahol kell mondjuk Moszkvában, Pekingben, nagy Isten, Varsóban, Budapesten, nem tudom én hol, Bulgáriában, ott igen, a szakértők, politikusok is remélem, hogy egy néhány. Legalábbis meghallgatják, hogy a szakértők mit mondanak. Benne van a munkaköri leírásukban, hogy el kell olvasni. Ettől még persze, igen. Na mindegy, szóval ugye én azt gondolom, hogy ennek a nyilatkozatnak, ennek nem az a lényege, bár jó lenne, hogy a közvéleménynek elmondják, hogy mi történik. Elmondják, de a közvéleményt ez igazából ebben a formában nem érdekli. Zárójelben megjegyzem, hogy meg kéne valami olyan formában is fogalmazni ezt, hogy a közvéleményt is érdekelje, mert hogy rólunk szól a dolog. Ennek a nyilatkozatnak az a lényege, hogy a NATO elmondja, hogy mit akar és mit fog remélhetőleg, mit fog csinálni az elkövetkezendő években. Tehát ebből a szempontból nagyon fontos ez a nyilatkozat, és biztos, hogy az érintettek az előbb elmondott fővárosokban, ugye ezt most szóról-szóra elkezdik majd kielemezni, hogy mi van benne és mit használtak benne. Amit te mondasz, hogy a Kína, ez az egyik új elem, ugye ilyen nem szokott lenni eddig a NATO nyilatkozataiban. Kínával kapcsolatban azért azt meg kell jegyezni, hogy a NATO-nak itt inkább deklaratív politikai jelentősége van, ugye nem valószínű, hogy bármit is katonailag, ha egyáltalán sor kerülne, remélhetőleg nem Kínával szemben bármilyen katonai fellépésre, ugye nem valószínű, hogy ebben a NATO részt vesz, és jobb is, ha nem vesz részt egyébként. Elmondok csak egy történetet, mert én koromban már az ember a történeteket mesélnek. Egy szingapúri professzor egy konferencián azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, ha a NATO nem menne oda Ázsiába, mert most ott vannak az amerikaiak, ők van, jók, rosszak, de tudnak dönteni és tudnak valamit csinálni. De megy a NATO, és akkor az amerikaiak belekerülnek ebbe a NATO döntéshozatalba, hónapokig fog tartani, amíg a bizottságok valamit csinálnak. Inkább de. Jó. Értettem a dolgot. Még visszatérve a NATO csúcsra, hogy most mennyiben változott meg a NATO-nak a vezető országa, egyértelműen az Egyesült Államok.
véleménye és hozzáállása a NATO-val kapcsolatban. Nézzük akár ezt a folyamatosan emlegetett 2%-os GDP-t, a hadseregek fejlesztését. Mennyiben más most ez a mostani amerikai álláspont, mint az előző volt? Ugye egy csomó minden, ami Donald Trumpnak tulajdonítunk, az nem Donald Trump ötlete volt. Hát minden ellenkező híreszteléssel szemben a 2%-os elvárást azt Obama fogalmazta meg, csak hát olyan finoman mondta, és azért lehetett úgy csinálni, hogy nem értjük, hogy Trump meg nem finoman mondta, ezt sem. Ugye Trumpnak, amiket mondott kevés kivételről a NATO-val szembeni elvárásairól, azok értelmes dolgok voltak. Ugye ő azt gondolt, hogy a NATO nem fontos, tehát nem igazán gondolom értette meg hogy Amerikának szövetségesekre van szüksége. Ő azt gondolta, hogy a szövetségeseknek van szüksége Amerikára, ami igaz, csak ez egy abszolút kölcsönös játék. Tehát nem nagyon látom azt, hogy Biden idejében túlságosan lényegűre, tartalmilag megváltozna a viszony. Amerika nem vezetett Trump idejében, most az amerikaiak megpróbálják ezt visszaállítani, de nem úgy, ahogy korábban, tehát ugye most már túl vagyunk, hogy Washington mond valamit, és akkor mindenki hatnákban is teljesíti. Ami nagyon fontos, ez a stílus kérdése, ugye, hogy hogyan bánik Amerika az amerikai elnök, mert ugye, ahogy Csehov mondta, a stílus az ember, tehát az amerikai elnök stílusának politikai jelentősége van, és ezt láttuk, ez az egyik legnagyobb újdonság ezen a csúcs találkozón, hogy demonstratívan szerették egymást az amerikai elnök és az európai vezetők, még Erdogánnal is ugye megpróbáltak a Biden csapat és Biden maga is kibékülni, és úgy gondolom, és remélem ez nem az a wishful thinking kategória, hogy ez sikerülni fog. Ugye ebben például ugye látjuk azért, hogy Magyarország ugye minden ellenkező híreszteléssel szemben tud pozitív szerepeket játszani. Tehát például a Törökországgal való kapcsolatoknak, a NATO kapcsolatoknak az elsimításában, az úgy gondolom, hogy nekünk lehet, és van is szerepünk pozitív. Már csak ugye azért is, mert ugye a NATO-nak az egyik legfontosabb tagállam a Törökország. Jelentős légibázis, hadihajók, stb. Jelentős légibázis atomfegyverekkel. Opa, ezt el is felejtettem mondani. Atomfegyverekkel. És hát az egyszámilag a második legnagyobb hadsereg az amerikai után a török NATO-ban. És van egy óriási nagy különbség, hogy a törökök hajlandóak harcolni, és ők nem ijednek meg attól, már bocsánatot kérek, hogyha áldozatokat követelünk. Büszkék arra, hogyha a katonáik elesnek a háborúban. Ezekre a katonákra büszkék, és nem tüntetgetnek ellene. Jó. És akkor kölcsönösség, és akkor ha kölcsönösség a országok közötti kapcsolatban, és akkor persze majd utána vissza tudunk majd ugrani Törökországhoz is. Putin-Biden, vagy Biden-Putin találkozó. Hát sok minden kerülhet az asztalra. Tehát, hogy nem egy szál papírra fog érkezni egyik vezető sem, hanem azért van téma bőven. Mi mindenről kell ilyenkor beszélni első alkalommal? Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről fognak beszélni, ebből is adódóan, meg az első alkalomból is, meg a rossz kapcsolatból adódóan is nem fognak részletekbe menni. Tehát én azt remélem, hogy kialakítanak egymást, tehát hogy beszélő viszonyba kerülnek ismét egymással a két hatalom. Hát ugye Putyinnak ehhez el kéne ismernie, hogy azért itt nem feltétlenül két egyenlő félről van szó. Képesre? Igen, én azt gondolom, hogy képes rá, hogy nyíltan ezt nem fogja megtenni, de ő maga azt előre tudja. Ugye Bidennek meg azt kéne megtanulnia, hogy nem kéne állandóan Putyin pofájába vágni, hogy én erősebb vagyok, mint te, úgyis tudja mindenki. Tehát egy kultúrát, kapcsolatot kialakítani, és hát meghatározni azokat a területeket, ahol együtt tudnak működni, és ezen valami fajta folytatást előidézni, szakértői, vagy bármi fajta folytatást. Ugye ehhez jó kezdet volt
most tart egyezménynek a meghosszabbítása Biden részéről, ezt Putyin ki is emelte, mint egy nagyon pozitív lépést. Hasonlókra lenne szükség a jövőben is, és hát el kell fogadni azt, hogy ez a viszony, ez egy konfrontatív viszony, legalábbis jó rész konfrontatív viszony, mert hogy Oroszországnak nem tetszik az a nemzetközi rendszer, ami most kialakult, nem csodálom, hogy nem tetszik, egyébként Putyin helyében nekem se tetszene, az, hogy az orosz népnek mi az érdeke, az egy másik kérdés. De hát ugye hasonló problémák vannak Oroszországgal is ebben a tekintetben, mint Kínával, bár Kína egy egész más probléma, mint Oroszország, sokszor megpróbálják összemosni. Nem lennék meglepve, ha Biden úgy valahol suttogva azt is felemlíteni Putyinnek, hogy nem kéne annyira Kínának a bizonyos részébe belebújni, mert hogy az Oroszország számára is veszélyeket jelent. De hát ez valószínűleg azért nem Biden feladata erre fölhívni Putyin figyelmet. Majd mi megtesszük, úgyis nézi a műsort az orosz vezető. Jó, értettem. Mik azok akkor azok a pontok, ahol lehet együttműködés a két ország között, és akkor ugyanígy fordítva nézzük meg, hogy hol lehetnek a nagyobb feszültségek, mondjuk Ukrajna, Lengyelország, Belarusz kérdésében, ami ugye az amerikaiaknak Európa szempontjából fontos lehet. Egy együttműködésre, ugye én azt gondolom, hogy komoly lehetőség van fegyverzet korlátozás területén, ha nem is feltétlenül formális egyezmények formájában. Krímavédelem, hogy ott Oroszországnak sok tennivalója van, megjegyzem az Egyesült Államoknak is. Ott is, de hát azért másképpen. És hát én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha Afganisztánban az oroszok nem a talibánoknak szállítanának fegyvert, hanem megpróbálnának valamit segíteni abban, hogy ott valami normális rezsim alakuljon ki, bár azt gondolom, hogy ott most Kína lesz a főszereplő egy idő múlva, ha nem is látványosan, de egy mérséklő hatást lehet egyébként Kína. Nem ez a témánk most, de ez a talibán, ez nem az a talibán, mint ami Osama Bin Laden idejében volt, úgyhogy azért óvatosan kell félni csak. Hát vannak ilyen terrorizmus elleni harcok nyilvánvalóan, ez is, ugye itt persze probléma az, hogy ki a terrorista, de ebben is. Közel-Keleten, Irán kérdésében van lehetőség szerintem. Ugye itt Oroszország meg Egyesült Államok, ha igazán jó lenne a viszony, akkor elrátszhatnák a jó rendőr, rossz rendőr szerepet. Így igaz. De ezt most nem, erről például meg lehetne valamit így állapodni. Szóval van egy csomó dolog, amiben lehet, hát amiben nem fognak tudni megállapodni az Ukrajna, különösen a Krím. Ha Oroszország elfogadná, hogy az Egyesült Államok is részt vesz a ukrajnai rendezésben, ha már a Menyesz rendezésnek lehet nevezni, ez már egy jó lépés lenne. Én azt gondolom, hogy ez a fő, egyik fő probléma talán, hanem a fő probléma a két ország között. Hát ott van az emberi jogok kérdése, ugye ilyen konkrét ügyek, hogy Navalnyi, ahol hát Putyin egy elég utálatos, undorító nyilatkozatot tett. Igen, ez nagyon csúnya volt, ezt olvastam, hogy hát nem biztos, hogy igen, nem tudja garantálni. Ki tudja, a jó Istenen kívül még Putyin, ez a két lény van, aki tudja garantálni, szerintem. Tehát ugye ezekben nem lesz megállapodás, de hát ezt már ismerjük, a Szovjetunió idejében is volt egy ilyen nézeteltérés, és akkor kialakítottak egy modus vivendit, hogy az amerikaiak kritizálják, a szovjetek úgy visszavágnak, hogy maguknál megverik a négereket. De azért időnként valami csere volt, hogy az amerikaiak engedtek valakit, valamit ők meg kiengedtek valakit. De hát ez szerintem ez egy most is járható út lenne. A fegyverzet csökkentésről, szóval múlt héten Kis Benedek József volt itt, és fölemlegettem azt neki, hogy akkor, amikor itt volt, aznap volt a SALT 2 megállapodásnak, nem tudom, hanyadik évfordulója, amihez voltak ezek a rakétakorlátok, interkontinentális rakéták. Nagy hatótávolság. Igen. Ezeknek van ma értelme egy ilyen fegyverzet korlátozási megállapodásnak? Hát ugye az atomfegyver... A mai világban ugye, mert azért itt más típusú hadviselés zajlik. Hát ugye az, hogy más is van, az nem jelenti azt, hogy ez nincsen, tehát ez is van.
Én egy kicsit szkeptikus voltam mindig ezzel, mert az, hogy mondjuk 10 000 robbanófejről lecsökkent valóban a nukleáris arzenál mondjuk 3 000-re országonként, és ezért nem 15-ször, csak 4-szer tudják megsemmisíteni a világot. Ennek van katonai jelentőség, ebben most nem mennék bele, mert úgy látom, hogy nincs rá időnk, meg egyébként is. Tehát van azért jelentősége katonailag is, ilyen első csapásmérés, meg biztonság, meg stabilitás miatt, de nem ezek a fő problémák. Éppen ezért lehet megegyezni benne, tehát ez javítja a viszony, meg a világnak a jó érzését, mert nem olyan kardinális. Gondolod el, hogy ha mondjuk a mostanában lévő, mint a 3 000 robbanófejről megegyeznek, hogy 50%-kal lecsökkentik, szóval semmi nem történik világos igazából, de hát olyan úgy látszik, hogy ez egy jó dolog. Jó, értettem. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad, és szerintem legközelebb, amikor össze addigra, illetve nem szerintem, biztos vagyok benne, ha okosabbak leszünk a orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban, és akkor megint lesz miről beszélgetnünk. Jó, mindig van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is, minden jót, szép napot.